Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Az aradi vértanúk az a 13 magyar honvédtiszt, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. Mindegyikük eleve aktív, vagy az osztrák császári királyi hadseregből kilép katonatiszt volt, a szabadságharc végén a magyar honvédségben egyikük altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egyikük ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtesztet irányított. A győztesek ellenben egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan. A vértanúk között Kis Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban császári királyi ezredes volt. A többiek a közös hadseregben ennél alacsonyabb tiszti rendfokozatot viseltek. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. A 13 aradi vértanú Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulik Lajos, Damjanics János, Vécsei Károly tábornokok, Lázár Vilmos ezredes és Batthyány Lajos miniszterelnök halálának napja a forradalom és szabadságharc levelésének szimbóluma lett. 1849. augusztusa és 1850. februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki. 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert, honvédezredest, a honvéd vadász ezredek parancsnokát, őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni. 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvédezredest, Kazinczy Ferenc fiát és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, BEM tábornok hadsegédét. Lenkei János, honvéd vezérőrnagy, szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett. A kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. Az első világháború után tovább nőtt az emléknap jelentősége. A kommunista időszakban sem tiltották be, nem volt állami ünnep, de az iskolákban és az újságokban megemlékezhettek a vértanúkról. Ugyanakkor a megemlékezés hangsúlya az osztrák terrorra és a beavatkozó orosz csapatok iránti empátiára helyeződött. A rendszerváltozás után a kormány 2001. novemberében nyilvánította a Nemzeti Gyásznappá. A hagyományok szerint a Kossuth téren félálbocra engedik Magyarország nemzeti lobogóját, majd az egykori miniszterelnök vésztőhelyének helyszínén, a Batthyányi örökmécsesnél gyertyagyújtással, a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen lévő Batthyányi mauzóleumnál pedig koszorúzással emlékeznek meg a szabadságharc mártírjaira. A középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Farkasné dr. Pignicki Katalin ügyvéd tájékoztatását hallhatják az öröklési jog főbb szabályaival kapcsolatosan. Köszöntöm a Kistelek TV nézőit! A mai jogi percekben az öröklési jog főbb szabályait ismertetném önökkel, kérem fogadják szeretettel. Az öröklési jog az a terület, amellyel akarva akaratlanul élete során mindenki találkozik. Ki sajnos korábban, ki később. Ebből kifolyólag ez az a jogterület, aminek a főbb szabályait szinte mindenki ismeri. De fontos szem előtt tartani, hogy az öröklési jog nem egy egyszerű jogterület, és bizony nagyon-nagyon sokat tévhit. A polgári törvénykönyv rögzíti, hogy az ember halálával hagyatéka mint egész száll át az örökösre. Azzal mindenki tisztában van, hogy örökölni csak valakinek a halála után lehet. Ami viszont már nem mindenki számára egyértelmű, hogy mikor válik valaki valamely megörökölt vagyontárgy tulajdonosává. Ha valaki örökössé válik, akkor tulajdonjoga keletkezésének kezdő időpontja az örökhagyó halálának pillanata. Tehát a tévhitekkel ellentétben a tulajdon megszerzésének időpontja nem a hagyatéki tárgyalás vagy a közjegyzői hagyatékát adó végzés. Örökössé, tehát az örökhagyó halálának pillanatában válik az örökös. De kik is lehetnek az örökösök? Örökölni
a törvényes öröklés szabályai alapján, vagy végintézkedés alapján lehet. Ha az örökhagyónak nincs végrendelete, akkor a törvényes öröklés rendje az lesz az irányadó. A törvényes öröklés legfontosabb szabálya, hogy a törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke. Ha több gyermek van, akkor a gyermekek fejenként egyenlő részben örökölnek. Az öröklésből kiesett gyermek helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek. Az öröklési jog ezen szabályai köztudomásúak, mindenki által ismertek általánosságban. Ami viszont viszonylag új szabály, és az úgynevezett új PTK szabályozza, az a házastárs öröklése. Régen az volt a szabály, hogy az örökhagyó házastársa örökölte mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként nem ő örökölt. Ez volt az úgynevezett özvegyi jog. Az új PTK viszont azt mondja ki, hogy az örökhagyó házastársát a leszármazó örökös mellett megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, és ezen felül egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. De mit is jelent ez pontosan? Ezt szemléltetném egy példával. Adott egy család. Apa, anya, két gyermek, akiknek van egy kisteleki családi háza és egy szegedi panellakása. Az apa halála után az anyát a közösen lakott családi házon és annak berendezésein holtig tartó haszonélvezeti jog fogja megilletni. A családi ház tulajdonosa pedig a két gyermek lesz. A szegedi panellakásban az édesanya egy gyermekrészt örököl, tehát az ingatlannak három tulajdonosa lesz. A két gyermek és az édesanya. Ez egy nagyon fontos változás. A házastárs egy gyermekrészt örököl, és az elhunyt házastársával közösen lakott lakáson pedig holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg. Nagyon-nagyon fontos, és ezért külön hangsúlyozom, hogy az élettárs nem örököl, nem lesz örökös. Akkor sem, ha 10, 20 vagy akár 30 évig is együtt éltek az örökhagyóval. Gyakori kérdés hozzám a túlélő élettársaktól, hogy akkor sem örökölnék, ha bejegyzett élettárs lennék? A válasz nem. Ugyanis bejegyzett élettársi kapcsolatot ma Magyarországon csak és kizárólag azonos neműek köthetnek egymással. Amire itt sokan gondolnak ennél a kérdésnél, az az élettársi kapcsolat regisztráltatása. Erre külön neműek között is lehetőség van, jellemzően egyébként Lombik programhoz szokták kérni, de ez az öröklési jog szempontjából a túlélő élettárs özvegyi nyugdíjának igénylése során nyújt csak könnyebbséget. Azaz, nem kell tanúkkal igazolni, hogy együtt élt az örökhagyóval. A túlélő élettárs özvegyi nyugdíjra akkor jogosult, ha az elhunytal annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt éltek és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül 10 év óta éltek együtt. Ismételten hangsúlyozom, és nagyon fontos, hogy az élettárs nem örökös, és akkor sem lesz az, ha évtizedekig együtt élt az örökhagyóval. Mi történik akkor, ha az örökhagyó végrendelkezett? Tudni kell, hogy a törvényes öröklése csak abban az esetben kerülhet sor, ha végintézkedés nem történt, vagy az a hagyatékot nem merítette ki. A leggyakoribb végintézkedési mód az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás gyakoriságát megelőzve a végrendelet. Ha a végintézkedő biztos akar lenni abban, hogy vagyonát az örökösei az ő akarata szerint kapják majd, akkor végrendeletet kell készíteni vagy készítetni. A végrendeletben az örökhagyó a vagyonáról vagy annak egy részéről az örökösök jóváhagyása vagy tudta nélkül is szabadon rendelkezhet.
Ha az örökhagyó nem végintézkedett, nincs végrendelete, akkor a törvényes öröklés szabályai fognak érvényesülni. Az öröklés egyik legfontosabb eleme az úgynevezett köteles rész. Kit illet meg a köteles rész? A törvény úgy szól, hogy köteles rész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse, vagy végintézkedés hiányában az lenne. Ez azt jelenti, hogy a köteles részre az örökhagyónak a közeli hozzátartozói a törvényes öröklési rend szerint jogosultak, még akkor is, ha egyébként az örökhagyó olyan végintézkedés hátrahagyásával hunyt el, amelyben a törvényes örököseket az örökségből kizárta. Köteles rész címén a köteles részre jogosultat annak harmada illeti meg, ez a régi PTK szerint egyébként a fele volt, ami neki, mint törvényes örökösnek jutna. Zárásként két dolgot emelnék ki, és ismételnék az előadásomból. Egyrészt azt, hogy amennyiben a törvényes öröklés rendjétől el szeretnénk térni, azt csak és kizárólag végintézkedés útján tehetjük meg. Másrészt, hogy az együttélés időtartamától függetlenül fontos észben tartani, hogy a törvényes öröklés rendje szerint az élettárs nem örökös. Köszönöm a figyelmet! Land Rover találkozót tartottak Kisteleken. A szervezőt, Salka Dávidot kérdeztük a részletekről. Land Rover baráti találkozót tartanak itt a mai napon Kisteleken és a hétvége folyamán is. Erről kérdezzük a rendezvény szervezőjét. Köszöntelek, kicsit beszéljünk is arról, hogy hogyan is jött annó, hogy Kisteleken szervezitek itt évről évre ezt a baráti találkozót. Köszönöm szépen. Alapvetően ezt 28 évvel ezelőtt Szegeden kezdtük el megszervezni, viszont a Kisteleki önkormányzat nagyon sok dologban járult hozzá ahhoz, hogy magasabb színvonalon tudjuk ezt az egész rendezvényt megtartani, és ez az oka, hogy végül már idén negyedik alkalommal rendezzük meg itt Kisteleken az idén 28. Land Rover baráti találkozót. És nagyon szeretjük ezt a helyszínt, nagyon sok olyan programot tudunk így biztosítani, amit máshol nem, és nagyon köszönjük ezúttal is a kisteleki polgármester hozzáállását. Hogyan is fog összeállni ez a baráti találkozó? Mely napon milyen programok lesznek? A mai napon pénteken gyülekezünk itt a kisteleki vásártéren. Este lesz egy előadás, Vadász Zsolt világutazó fogja tartani. Megjárta a Trabanttal és Land Roverrel gyakorlatilag Afrikát, Ázsiát, mindent, és ő fogja elmondani, hogy mit jelent az, hogy túlélés nagybetűsen. Holnap reggel megyünk ki a kisteleki crosspályára, szokás szerint ott lesz kettő darab pálya, az egyik időre fog menni, a másik egy szintidőt kell elérni a résztvevőknek, és ez is értékelve lesz, utána déltől kettőig ebédszünet, délután pedig itt a helyszínen lesz több ügyességi feladat, amit a résztvevők szintén teljesíthetnek, és tesztvezetésre is lesz lehetőség, egy vadonatúj Defender, illetve egy Ineos Grenadier fog debütálni Magyarországon először, úgyhogy ez lesz a program. Miután itt befejeztük a programot, utána mindenki vendégünk, aki nevezett egy vacsorára, egy gulyáslevesre, utána 8 órakor kezdődik az éjszakai feladat, ahol GPS pontokat kell megkeresni 20 kilométeres vonzás körzeten belül. A GPS pontok között lesznek speciál szakaszok, ahol az autók és a sofőrjeik is, és a navigátorok is meg lesznek mérettetve egymással, és ennek fél egykor lesz vége, mindenki kipiheni magát, tábortűz, esetleg szalonnasütés, és vasárnap reggel indul még egy itineres verseny, ami azt jelenti, hogy egy feladatlapon vannak fölírva, hogy hány méter után merre menjen az ember, mint a ralliba nagyságrendileg. Ugyanitt találkozunk, délben eredményhirdetés, és mindenkit célba keresztünk. Mik a tapasztalatok egyébként az ország mely pontjáról érkeznek ide Kistelekre, és mennyire összeszokott már egyébként a csapat? Én úgy mondanám, hogy idén nagyon sok új arc van, hál' Istennek. Nagyon jól sikerült a tavalyi
találkozó, ezt talán mondhatjuk így, és nagyon sok autóra számítunk, jönnek külföldről is, hál' Istennek, úgyhogy külföldön is terjed a hírünk, egyébként meg az ország minden pontjáról. Most is egyébként lehet követni online a www.rovertracking.com-on, hogy ki merre jár éppen az országban, mert most is éppen keresik idefele jövet is a pontokat, úgyhogy tényleg az ország minden tájáról. Kik is, akik támogatják ezt a rendezvényt? A fő támogatónk az a Macon Winch Systems, akik a fődíjakat és egyéb a pólókat is szponzorálják. Ezek mellett viszont a Neltrans, Totestrans és Villatrans is rengeteget segített nekünk a szervezésben, illetve a Würth és a Rover Trekkinges srácok, akiknek az applikációt köszönhetjük, ők is rengeteget segítettek a szervezésben, lebonyolításban, minden formában. Sajt és gasztronómiai fesztivál tartanak október 14-én Kisteleken. Erről és a jövőben várható Körúti Színház előadásairól kérdeztük Remzső Fanni rendezvényszervezőt. Újra Kistelekre érkezik a Körúti Színház csapata. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Remzső Fanni rendezvényszervezőt. Köszöntelek, kicsit akkor beszéljünk arról, hogy mikor fog érkezni pontosan, és hogyan is lehet részt venni ezeken az előadásokon. És köszöntöm a kedves tévénézőket. December 14-én lesz az első előadás, a karácsonyi éneket láthatjuk majd a Körúti Színház jóvoltából. A bérletárusítást megkezdtük, tehát már most lehet bennünket keresni itt a Művelődési Ház jegyirodájában. 11.000 forintba kerül a bérlet, hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól délután 4-ig tudjuk fogadni a bérletvásárlásra érdeklődőket. Péntekenként pedig 8-tól 10 óráig tudnak bennünket keresni, illetve a 62-es körzet 597-123-as telefonszámon is elérhetőek vagyunk. A következő előadás ezt követően februárban lesz, utána pedig áprilisban lesz megtartva a harmadik előadás, és akkor ezzel egy újabb három előadásos színházi ciklusra is tudunk. Sajt és gasztronómiai fesztivált tartanak október 14-én itt. Kisteleken kicsit beszéljünk erről is, hogyan is fog összeállni ez a nap. Igen, ugye ez már a 23. sajt és gasztronómiai fesztivál, amit megrendezünk itt Kisteleken. Idén annyi újdonság és különlegesség lesz benne, hogy ahogy a plakáton is látható, idén ez a hungarikumok napja is. Ugyanis nagy örömünkre sikerült egy hungarikumok pályázatot elnyerni. Ennek köszönhetően újabb programelemeket tudtunk beletenni a napi programba. Többek között például, mint egyik hungarikumunk az operett, 14.30-tól 15.30-ig Merényi Nikolett és Kiszei Zoltán operett műsorát tekinthetjük majd meg, illetve másik hungarikumunk a száztagú cigányzenekar is bekerült a hungarikumok közé. Éppen emiatt hívtuk el Mága Ernő hegedű művészt és zenekarát, akik klasszikus cigány muzsikával fognak majd szórakoztatni bennünket, méghozzá 2 órán keresztül, déltől délután 2 óráig. Mindemellett igyekszünk majd olyan ételeket is bemutatni, ami hungarikum. Többek között ugye a karcagi birkapörkölt is bekerült a hungarikumok közé, ezért az idei évtől próbáljuk visszahozni ezt a régi hagyományt, a birkapörkölt főző versenyt. Ehhez várjuk a csapatok jelentkezését. Ez délután 1 órakor fog kezdődni, akkorra kell a csapatoknak készen állnia, hogy megkezdhessék a főzést, és az esti bálon lesz ennek is az eredmény hirdetése. Reméljük, hogy ebből is egy szép hagyomány fog kialakulni. Visszaugorva a program kezdésre, 10 órakor indul az első programunk, itt Anikó mesekuckója várja majd a kicsiket, egy interaktív zenés gyerekprogram vár rájuk. Ezzel párhuzamosan 10 órától délig a Kipkop biztos kezdett gyerekház várja majd a kicsiket kézműves foglalkozással. 10 órától délig a Kertbarát zenekar fog bennünket szórakoztatni kint ott a Szent László téren. 11.30-kor a Mosolygó Alma óvodás csoportnak lesz egy fellépése. Itt aztán délben jönnek a Mága Ernőjék, azt már említettem. 1 órakor kezdődik a birkapörkölt főzőverseny. 14 órától a Kisteleki Citera zenekar bemutatóját tekinthetjük majd meg. 3:30-tól 4:30-ig jön az operett műsor. Délután 4 órakor a Vándor Rudolf fúvós zenekar műsora.
fél 5-től 6-ig Varga Laci és barátai fognak zenélni, és akkor ezek után bevonulunk a sportcsarnokba, és gyakorlatilag kezdetét veszi a már hagyományos esti báli rész. Ugye itt lesz a szakácspárbaj, a zsűrizés, ennek az eredményhirdetése. Elkezdődik a vacsora 7 órakor, és akkor este 8 órakor pedig a Jó Laci betyár fog bennünket szórakoztatni egy zenés műsorra. És ezek után kezdődik 9 óra környékén maga a hagyományos bál, itt pedig a Halasi Hangulat Zenekar fogja hajnalig szórakoztatni a bárra érkező vendégeket. Ami még újdonság az idei évtől, szeretnénk egy gyerek gasztrokuckót létrehozni. Erre a régió TP épületét tartottuk ideálisnak. Itt déltől fogjuk majd várni a gyerekeket, ahol egyébként ők is egy-két egyszerűbb ételt elkészíthetnek, majd lesz ott felnőtt segítség, aki ebbe majd segít nekik. És akkor utána olyan este 6-tól körülbelül 9-ig egy ilyen kis tini diszkóval várjuk a gyerekeket, ez teljesen ingyenes lesz, és akkor ott egy kicsit a felnőttektől elszeparálva ők is tudnak egy kicsit szórakozni.